Uptown funk you up, say what?
Kedves nézőink, sajnálom, de én nem leszek olyan lenyűgöző, mint az előző zenekarra, a kis beszédemmel. A Local Beat zenekart hallhattuk, akik Bruno Mars slágerét, az Uptown Funkot dolgozták át. Ez a formáció direkt erre az előadásra állt össze, a 9. C osztályban alakult Local Beat zenekarból és még pár batyány is diákból. A zene és a szavak után következzék a tánc, mint harmadik kifejezésmódunk. A New Collection tánccsoport egy felnőtt nemzetközi nagy formáció, akik akrobatikus rock and roll táncolnak. Ma este a 16 fős csapatból csak 6-an állnak színpadra. Világkupa 4. helyezéssel és még számos sikerrel büszkélkedhetnek. Májusban Belgiumban a világkupán fognak táncolni és megméretetni magukat több ország csapatával szemben. Sok sikert kívánunk nekik, és most a színpadon fog következni Szabó Zsófia 7. A, Zsubori Regina 8. A, Csesztregi Fanni 10. B, Faludi Réka 10. A, Pál Enikő 11. A és Szabó Anna 9. B. Ezután ismét muzsika, ezúttal szavak nélkül. A Potoniez Zsófia és Bányász Gáspár alkotta cello duó Antonio Baretti C-dur divertimentójából az Allegretto és Largo tételekkel készült a mai estére. Az egyiket még zeneiskolában tanulták vizsgadarabként, de annyira megtetszett nekik, hogy önszorgalomból tovább tanultak. Kérem, a tételek között ne tapsoljanak. Ezután szavak zene nélkül. Elek Sándor a következő verset először az országhatáron kívül, Szatmár Németiben, majd kicsit közelebb Ráckevén adta elő egy versenyen. A költemény, amit hallani fognak, a megfelelni nem akarásról szól, felkészítő tanára Gelencsérnél Szalka Mária. Szilágyi Domonkos Gatyáimnak nagy voltáról.
Thank you.
Szilágyi Domokos, gatyáimnak nagy voltáról. Nem éneklek ölő csatákat, kemény vitézek vére hultát. Gyors szeruzámnak büszke témát nem a harcokkal telemultád. Nem dallog győzedelmi mámort, mikor száz trombita riad. Reket hangon, s kis mosolyjal. Megzengem a gatyáimat. Urak, hölgyek, cigánylegények, lélegzetetek el ne álljon. Legyetek elnézőek, hogyha átlépek az élem szabályon. Púres, füstös képekre üljön figyelmes lájt, mert azért is, és csak azért is megzengem a gatyáimat. A gatyáimnak nagy voltáról, mint mondám fönnébb, szól az ének, urak, hölgyek, cigánylegények. És illő, hogy késő koroknak mentse meg őket ez irat, amelyben hallgató füleknek megzengem aggatyáimat. Nos, vegyem föl most egy gatyákat, száruk puha bársony a földbe. Ezekben úgy néz ki az ember, amikor megy, minthogyha jönne. Kerületük meghaladja hosszúságban a Lánchidat. Hát mondjátok, nem érdemes, hogy megzengem a gatyáimat? És értékesek-e gatyák? Nem mondhatnám, hogy másra vágynék. A boldog kort őrzik midőn, egy gatyában járt a család még, s ez a gatya hordozott holtig sok ősapát, apát, fiat. S így történelmiket csebbír, ha megzengem a gatyáimat. Most egyedül lakom gatyáim, s más gatyákban lakik családom, így hát, ha sétálni kívánok, tágas, bő téreit bejárom. Bár félek, hogy egy zegzugában megtámad egy királyi vad, s nem engedi befejeznem, hogy megzengem a gatyáimat. Fönség, gatyák sorsát megíró, áldó kezed rólam neveddel, add, hogy a harcos, kritikus had béküljön meg e versezettel, s intézd el, hogyha majd e földről a parancs máshová hívat, tegyék a koporsomba mellém a megzengett gatyáimat. Majlát Gábor 12. A-osztályos tanuló úgy, ahogy tavaly is, egy saját szerzeménnyel készült. Címe Yesterday. Gábor bevallotta, tanulás helyett írta. A dalt a halogatás és a lustaság ihlette. Témája a napok monotonitása. Végül a dolgozat, amire készülnie kellett volna, egyes lett, de megérte. Gábor után egy zongora darab következik. Nuber Lilla zongorázni és gitározni tanul, ezen kívül tagja az iskola kórusának is. A Nero című dal, melyet zongorán ad elő, a Two Straps from Hell zeneszerzőjének, Thomas Bergersennek a műve. Az eredetileg szimfonikus zenekarra íródott darab zongora átiratát Mark Fowler készítette. Felkészítő tanára Horváth Kornél. Mi alatt én beszélek, Bíró Milán az énekteremben átszellemül, és hamarosan visszatér egy harmonikával felszerelkezve. Műsorvezető társam egy igazi francia harmonika chansonnal készül az estre. Az ismeretlen szerző művét egy belga kottatáros fedezte föl 1957-ben egy másik darab hátuljára írva. A címe Omelette de fromage au bord de la mer. Felkészítő tanára Demjén Gergő. Meg szeretném kérni a kórustagokat, hogy a legközelebbi tapsalat gyülekezzenek az énekterem előtt.
I've got homework, I've got a study, I've got housework with so many things to do, but I take a nap, oh it won't hurt. I'm so lazy, I just can't work, but it's convoluted, it's in my head. I thought it didn't, it is in my hand to blow my doubts, but I'll do it tomorrow. My sorrow, it will grow, I'm zero, I don't know where to go. Tomorrow. I don't go out, I don't have money, I just waste my time sitting at the walls being depressed. I mess up my life, but don't worry, I'll get it right. Or maybe not, people say I am blessed, but I feel like I've turned away from my plans. And I go back, but I don't know how to land. From fossils I still don't die, faster about the night around tomorrow. My sorrow, it will grow, I'm zero, don't know where to go. Tomorrow, tomorrow, one herald standing in a row, I'm weirdo, typo, I hope so. Tomorrow.
iskolánk diákai nem csak a zenében, de az előadó művészetben is jeleskednek. Következzen Buzás Réka és Tarjáni Olivér közös verszpárbaja. A házaspár a középkorú nők és férfiak jellemzőjét, viselkedését szeretné bemutatni. Ez a verspárbaj eredetileg Szabó T. Anna és Lackfi János között zajlott le, amikor is az írónő megírta a szakmabelje születésnapjára a Férfi, ha 40 című verset, amire Lackfi vissza is vágott. A produkciót Gelencsérnél Szarka Mária tanította be. Ezután egy olyan énekesnő következik, aki már több külföldi frankofon dalversenyen is képviselte hazánkat. Őri Victoria a La Vie en Rose, az Élet rózsaszínben című boldog szerelmes dalt adja elő. Eredetileg Edith Piaf chanson énekesnő nótája, de most zazz hangszerelésében csendül fel. A Mardi Gras francia versenyen szólóének kategóriájában első helyezést ért el ezzel a dallal, önfeled boldogságot jelent a számára, mely a szerelemben megtapasztalható életre szóló élményeknek köszönhető. A nőci, ha 40 még gondos a sminkje. A nőci, ha 40 alig hariszál. A nőci, ha 40 már taxikatint le és áll körülötte az éjjeli bál. A nőci, ha 40, a ráncai szépek, és lányos a lába, hisz fitnessezik. Ügyel vonalak színek egyvelegére, és ötletes öltözete kövezik. A nőci, ha 40, még beste a teste. A lány a kamasz, vele harcol erőst. Még könnyeden ébred, elalszik az este, s útjára bocsátja a reggeli hőst. A férfi. A nőci, ha 40, beszéde a pajzsa, és rendezi vígan környezetét. Már bomlik előtte jövő kuszarajza, s múltjáról is egyre kitisztul a kép. A férfi, ha 40, még győzi erővel. A férfi, ha 40, a csúcsra kiáll. A férfi a 40 még jól bír a nővel, és fes, ha nem alszik, és friss, ha piál. A férfi a 40 még állja a harcot, és tiszta az inge, a homlok a fény, és ránca a sárnya, ha nézzük az arcot, és lámpa van hű szívelek közepén. A férfi a 40 az élete rendben, még nem tökörészik, és nem kapuzár. És nem győzik, és nem bízik a földi, s az istenik egyben, mert veszt, aki áll, és veszt, aki vár. A férfi, ha 40, már tudja a pályát, és futja az útját, és hajtja magát, s csak módjával szídja a más anyukáját, úgy kezelik, mint az automatát. A férfi a 40, már önmaga szobra. És érzi, ha vicces a szónoki póz. És tudja, amit tud, és nem veri dobra, a semmiben, csendben ringva hajóz. A nőci, ha 40, biztos hely az űrben. Vevő a humorra, de el nem alél. Bár vágyai vannak, nem vágyik el innen, nem húzza csőbe a szoknyapecér. A nőci, ha 40,
savanyíthat uborkát. Hümmögve idézett gondolatát. És összedob este egy isteni tortát, és rendezi újra zilált csapatát. A nőci, ha 40, már támasz a bajban. Körötte pörögnek a létkörei, és úgy megy az utcán, mint penge a bajban. És nem bánja, ha medve kiátöleli. A férfi, ha 40, az élete játék. És tétje a hit, meg a hír, meg a név. És tiszta a sor, míg tiszta a szándék. Férfi, ha 40, még fűti a hét. Jó napot kívánok, jó estét kívánok! Ezúton szeretném megköszönteni ezen az estén édesanyámat, aki ma 40 éves, itt ül az első sorban. És ezzel a verssel szeretnünk volna nagyon boldog 40. születésnapot kívánni neki. Köszönjük szépen. Nagyon boldog születésnapot. Igen. Tes yeux qui font baisser le mien, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la jurée pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça me fait quelque chose. Il est
entrée dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Merci. Lassan műsorunk a végéhez közeledik. Engedjék meg, hogy a kórus és a finálé előtt köszönetet mondjunk a mai estéért a szervező 9. ennyosztálynak és osztályfőnöküknek, Szilágyi Máriának. Ezen kívül a fellépő osztályok, diákok, osztályfőnökeinek és a felkészítő tanároknak. Külön köszönettel fordulunk Orosz Anett tanárnőhöz, aki számos produkció koreográfiáját tanította be, valamint Kozma Renge Krisztina és Oszkó Szilvia tanárnőkhöz, akik a mai este főszervezői voltak. Köszönjük a technikusok több napja tartó fáradhatatlan munkáját és külön köszönet Árki Attilának és a Sárga Háznak a technikai háttér biztosításáért. Sok szülő is hozzájárult a rendezvény sikerességéhez. A meghívókat Kovács János biztosította. Továbbá köszönjük a többi tanárnak, szülőknek és a diákoknak a szorgos munkát, a díszítést, a finom süteményeket és a végtelen nagy kitartást. Következzen a harmadik és egyben utolsó BKTN híradó. Szóval az első kérdésem az lenne, hogy röviden miből tartanak most előadást? Molekulamodellezésből, és most először a hetedikeseknek, aztán a következő napon pedig a 11-eseknek. Molekulamodellezés én vegyészként végeztem, a munkatársam az pedig biológusként, ő pedig megpróbálja összekapcsolni az agyújtatással, mert ő a És izgulnak már az előadás miatt? Hát mindig van benne egy útra,
de azért már csináltam pár előadást, mert tanfolyamokat, táborokat szerveztünk, most is ahhoz hasonló dolgokat szeretnénk. Hosszú molekulmodellezőszeket, számítógépeket, van egy program, amivel majd a gyerekek tudnak modellezni, molekulákat létrehozni. Izgalommal várjuk mi is, hogy most sikerül nekik. Köszönjük szépen! Szia, hogy tetszett a mai nagy előadás? Igazából az elején kicsit valakodtam tőle, mert annyira ez a migráció engem nem biztos, de maga az előadó annyira magával ragadott, hogy valakiát azt, hogy professzor tartotta, ez nekem nagyon nagy szó, mert nagyon tudtam ilyen embereket. És azért is volt számomra érdekes, mert nagyon kamerikatított Angliába, és ugye, hogy van migránsra számít, de igazából rávilágított erre a részre is. És a végén egész jól adatkozott az egészet. És ma fogsz kis előadásra menni? Most kezdődik szerintem egy vagy két perc múlva egy előadás, amin szeretnék részt venni, igen. Köszönjük szépen! A kórusunk idén egy tradicionális dél-afrikai népdallal szeretné lezárni ezt a tartalmas estét. A sosolózát munka közben énekelték úgy, hogy a férfi kar felelt a szólista hívására. Ma este Apró János, Kis Márton és Zsubori Barnabás bírja válaszra az énekkart. Az a cappella kórus dzsembével kíséri Solymosi Attila. A dal további népszerűségre tett szert, amikor a dél-afrikai labdarúgó válogatott csocsolózát harsolva jött be a focipályára, ezzel megnyitva a 2010-es labdarúgó világbajnokságot. A művet, amely Dél-Afrika nem hivatalos himnusza, hallhatjuk az Oscar-díjra jelölt Invictus című filmben is. Oh,
beszédet mondok, ezért kezdő szónokként ki is találtam két-három mondatot, hogy ne húzzam itt az időt, amit majd el fogok itt mondani, és elfelejtettem. Elfelejtettem, mert ezek a gyerekek elfelejtették velem. A művészetükkel, a tehetségükkel teljesen elvarázsoltak. Úgyhogy úgy döntöttem, amíg itt ültem, különösen itt az utolsó produkció alatt, hogy nem is mondok mást, csak hogy köszönöm. Köszönöm szépen ezt az estét, ezt az élményt. És azt látom, a nézőtársaimon, hogy ugyanígy vannak vele. Jól szórakoztak, a tapsokból hallottam, most pedig, hogy itt szemben állok önökkel, azt látom apukák, anyukák, nagymamák, barátok és kistestvérek arcán, hogy nagyon-nagyon jól szórakoztak. Szerintem egy művészeti est, ha ezt elérte, akkor megtette, amit lehetett. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen a diákjaimnak, hogy ezt elérték nálunk. Emellett szeretném megköszönni azoknak, akik a háttérben dolgoznak, akik nem voltak ma a színpadon. Elsősorban pedagógus kollégáimnak, azoknak, akik ezekkel a tehetséges gyerekekkel nap mint nap dolgoznak. A hangszeres produkciók betanítását legtöbbször a művészeti iskoláknak a pedagógusainak köszönhetjük, úgyhogy én most szeretném, ha nincsenek is így, megköszönni nekik. Ők voltak tehát felelősek a tartalomért, de ez a sok fantasztikus előadás nem lett volna ilyen látványos, szép, nem szólt volna ilyen szépen, és nem látszott volna ilyen jól, hogyha nincs ez a technikai háttér, amelyet Árki Attila és Csukai Zoltán és Sárac Walter segítségével kaptunk meg. Szeretném, hogyha Árki Attila és Csukai Zoltán is a színpadra jönne egy tapsért.
ezt a sok-sok madzagot, drótot, mikrofont, állványt, eszközt, fényeket és cintányérokat a technikusok mozgatták, Bárdosi Bence vezetésével, a fiú pedig Bárdosi Bence, Árki Gergő, Balogh Márton, Deminger Bence, Papp Gergely, Rónai Kovács Martin és Sóti Rihárd, nekik is nagyon köszönjük.
Kedves nézőink, őszintén reméljük, hogy nagyon jól szórakoztak a mai estén. Kérjük a fellépő diákokat, hogy a műsor befejeztével fejenként 3-4 széket vigyenek a helyükre. Kedves szülőket pedig arra kérjük, hogy várjanak 5 percet gyermekeikre, hogy az iskolát rendben hagyhassuk itt. Műsorunk ezzel a végéhez ért, de bízunk benne, hogy jövőre is lesz művészeti est. Azoknak, akik továbbra is szívesen követnék nyomon iskolánk tehetséges diákjait, sok szeretettel ajánljuk a Ringix 103. ingyenes önálló estjét, amely holnap 18 óra 30-tól a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Többcélú Intézmény hangverseny termében kerül megrendezésére. Most megköszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!